Csak ez az engedéllyel közlekedő motorcsónak verte fel a hullámokat csütörtök délelőtt a Rábán. Egyébként csendes a folyó, ráadásul a szárazság miatt alacsony a vízállás is a győri szakaszon. A közel 40 fokos kánikulában csábító a vízpart, ahol sokan sétálnak vagy hűsölnek, de sok más helyen együtt a folyó mindkét partján fürdeni szigorúan tilos. Egy évekkel ezelőtt hozott jegyzői határozat szabályozza, hol lehet fürdeni és hol nem. Így például a folyókon, a tározótavakon, a csatornákon, a bányagödrökben és a bányatavakban szabálytalan a csobbanás, ráadásul veszélyes is. A tiltott helyeken senki sem ellenőrzi a vízminőséget, nem tudni, mi van a víz alatt és hogy milyen a sodrás. Hétfőn itt a Rábában fürdőzött az a 20 éves győri fiatalember is, aki szinte azonnal elmerült a folyóban. Napokig kutattak utána, míg végül szerdán a Mosoni Dunában találtak egy holttestet, ami feltehetően az övé. A szerencsétlenül járt férfi is tiltott helyen próbált úszni. Az önkormányzat és a Győrszól nem véletlenül hívja fel minden évben a figyelmet arra, hol szabad és hol nem a mártózás. Még a horgászok is jól tudják, hogy a csendesnek tűnő Rába a Virágpiac magasságától a Mosoni Duna torkolatáig különösen veszélyes. Helyenként 3-4 méter mély, nagyon gyorsan mélyül és komoly sodrása is van. Itt még egy rutinos úszónak sincs sok esélye. Győrben egyébként szerencsére évek óta nem történt hasonló tragédia, hogy valaki vízbe fulladt volna.